építkezés. Szintén éppen Andrisnak a padlóját csináljuk. Ez az a fa, ami szerintünk a legerősebb fa, amit kapni lehet itt Szumbán. Ez az úgynevezett Jati Super. Természetesen ennek az ára is elég szuper, mint annak, aki eladja. Ez lényegesen drágább, mint a másik. És itt folyik a munka. Ott vannak a kéziszerszámok. És most mondtam nekik, hogy én szeretem, ha ezek a megmunkálási minták, ezek nem tűnnének el teljesen. Ugyanis amit kész van, ugye? Azokon látszik, hogy szinte teljesen le van gyalulva, ami nem baj, de szeretem, hogyha van benne egy kis élet ezekbe a fákba. Na hát, lassan el, hát egy ilyen háznak a padlóját megcsinálni több időbe tart. Szerintem ezzel a padlóval el lesznek egy 2-3, hát lehet, hogy 4 hétig is, attól függ, hogy hányan csinálják. Oké. Hiszen lehet kertjel szedik itt? Na, legelőször is. Inni. Tidada. Vinnendi sinni. Na, ez már ki van csapva. Csapózsinort használnak ők is. Kicsapják két oldalt párhuzamosra. Én jó korán berepel, ima be lesz? Ez pont 15 centi a maradék, oké? Fír benne a fűrés. Nagyon lassan lehet csak vágni. Annyi van még, amit fel kell dolgozni. Ez is eltart nekik egy darabig még. Utána még gyalulják. Utána ezt még ugye meg kell gyalulni. A másik problémánk, hogy az áram nem igazából stabil valamiért. Na az Attila háza már annyival áll jobban, hogy ott készen van a padló. Viszont az nem ilyen kemény anyagból készült. Ugye az is tikfa, de ez Jati Puti, tehát ezt fehér Jatinak hívják, az pedig a Jati Super. Na Attilának már most a keretek is bent vannak a nagy része. Wow. Belőre megy gipszkarton, kívülre pedig megy a bambuszpanel. Nagyon stabil. Szerintem egy kicsit túlzás is, de nem gond. Tehát ezek ilyen. Inni sepulukali berapa? Sepulukali tudjú? Szembilen? 9x5-ös. Ebből elég lenne, 5x5-ös is bőven, tehát 2-re is elég lenne, de nem baj. Na, hát mint látjátok, ennek a
mintázata is más ennek a padlónak. A másikat állítólag nem szereti a Su. Azt mondta, hogy ez sem nagyon. De most alá van merevítve, dupla merevítést raktunk alá. Itt is üveg mellett döntöttünk.